Morvai asszony következik. Köszönöm szépen, mi magyarok ismét kaptunk üzenetet az Európai Uniótól. Szeretném továbbítani honfitársaimnak így az április 8-ai választásokra készülődve. Azt mondja ez az alapvető jogok helyzetéről szóló jelentés. Hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak 29. pont, a tolmácsok kedvéért mondom, hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak teljes területén befogadási és integrációs politikát kell előmozdítania, valamint elfogadhatatlannak tartja, hogy bizonyos tagállamok azt állítsák, hogy nem érzik érintetnek magukat a migráció jelensége által. Tessenek elképzelni az én otthoni honfitársaim, hogy majd azok a baloldali, illetve liberális jelöltek, akik most azt állítják, hogy ők igenis meg fogják tartani a kerítést a határon, ők igenis távol fogják tartani a tömeges migrációt, hogyha egyszer a magyar nép ezt követeli, hogy fognak majd az itteni pártjaiknak, pártfrakcióiknak neki menni, neki feszülni. Komolyan gondolják, hogy majd ők lesznek itt a nagy ellenállók. Nehogy már bedőljenek az ilyesminek. Köszönöm szépen.